Csodálatos színek, friss levegő, nyugalom. Lenyűgöző a természet. Ahogyan az ősz lassan beköszönt, úgy lesz odakint minden egyre szebb és szebb. Az ősz a kedvenc évszakom. Szeretem, amikor a levelek vörösbe és narancsba fordulnak. Gyönyörű látványt nyújtanak a holdfényben, és elképesztő változáson esnek át. A tavaszi és nyári zöldelés csak árnyéka a fák igazi valójának. Ez a buja színvilág igazi csoda, és minden áldott évben bekövetkezik, amikor az éjszakák egyre, hidegebbek lesznek. Mintha ezekkel a tüzes színekkel kárpótolnák, hogy eltűnik a meleg. Köszöntöm Önöket a Vakony Erdő ZRT Erdészetének területén található Hubert Laki emlékoszlopnál, amely a Veszprém megyei hivatásos vadászok áldozatos és felelősségteljes munkájának elismerésére emeltetett. Köszönöm, hogy meghívásunkat elfogadva újra együtt lehetünk. Egészséges, élhető környezetünkhöz mi vadászok, a többi természet szerető emberrel együtt érzelmileg is szorosan kötődünk. Mi esendő egyének is csak akkor lehetünk maradéktalanabb boldogok, ha a környezetünkkel való harmóniát meg tudjuk valósítani önmagunkban is. Dolgainkat, eszünk és érzelmeink egyaránt irányítják de ezek által sugalt cselekedeteinket az erkölcs és az etika. A vadász kényszert érez, hogy minél több vadat birtokba vegyen, s mégsem teszi. Önző érdekeinket, egészséges, boldog életünk és utódaink hosszú távú érdekeinek biztosítása miatt sok esetben háttérbe kell szorítanunk. A vaddal való gazdálkodás nagy szakértelmet, felelősséget és tervszerűséget igénylő hivatás, melyet kizárólag a természet és környezetvédelem érdekeinek felismerésével és azokkal összhangban szabad csak gyakorolni. Ünnep a mai nap. Egy sikerekben gazdag szeptemberi idénykezdés inspiráló hatással lehet a későbbi vadászatok szervezésének és végrehajtásának fáradtságos munkájában. Erdőgazdaságunk szakszemélyzete vadgazdálkodóként a hivatása szerint ráruházott felelősséggel és küldetéssel fáradozik azon, hogy a természetes táj, mint életközösség részeként a vadállományt is fenntartsa. Azonban ezekben a magasztos pillanatokban is tudnunk kell helyén kezelni napi dolgainkat. Állami erdőterületeket kezelő erdészként és vadászként, pedig a legfontosabb feladatunk az erdeinkben élő vadlétszám olyan szintre és minőségre hozása, amely mellett erdőfelújításaink zavartalan fejlődhetnek, és Erdeink megfelelnek az összetett társadalmi elvárásoknak. A hivatásos, vadászok, a hivatásos vadászoknak minden vadgazdálkodónál a szakmai munka maradéktalan elvégzésén kell nap mint nap munkálkodniuk. Ezt azonban csak akkor tudják végrehajtani, ha tevékenységüket következetes és reális célkütőzések szerint, munkájukhoz a feltételeket teljes körülön biztosítva, következetes számunkérés alapján hosszú távra tervezve, nyugodt körülmények között végezhetik. Vezetőik feladata pedig az, hogy mindezt biztosítsák számukra. Kedves vendégeink, házigazdaként ezekkel a gondolatokkal kívánom önöknek, hogy jókedvűen egy élményekben gazdag szakmai napot töltsünk el együtt, mert életünk napjai közül egyik sem annyira kárba veszett, mint az, amelyen nem mosolygunk. Gratulálok a kitüntetésben részesülőknek. Köszönöm, hogy meghallgattak.